Iskoláknak és cégeknek is bedolgozik a vállalkozás segítőiroda. Több mint 100 bölcsödés gyermek kapott ajándékot. Szarvasbikát mentettek az erdőből. Ózdi Krónika, a stúdióban Tóth Alexandra. A város aktuális hírei következnek, jó estét kívánok! Többek között testvériskolai kapcsolatok kialakításához és fenntartásához, illetve cégeknek szóló felnőtt képzési programokhoz is hozzájárul a vállalkozás segítőiroda. Az október 23-a téren működő szervezet európai uniós és hazai visszanemtérítendő támogatások felkutatásával és pályázatok projektmenedzsmentjével foglalkozik. Tavaly februárban indult el annak a testvériskolai pályázatnak a megvalósítási fázisa, amely az Ózdi Bojki Tamás általános iskolát köti össze a debreceni Dózsa György általános iskolával, valamint egy lengyel intézménnyel. A minél mélyebb szakmai kapcsolat kialakítása és az egymástól való tanulás a fő cél, de természetesen a gyerekeket is bevonják a különféle programokba. Február óta zajlanak a különböző programelemek. Ezeknek egyik területe a tanulói felkészítések, illetve szakkörök szervezése. Emellett igyekezünk szervezni ki folyamatos tanórán kívüli elfoglaltságokat. Ilyenek voltak például a nyári táborok, ebből már egy a tavaly évben lement. Ez szintén a testvériskolákat is érinti. Van olyan programelem, ahol rendszeresen utazunk. A testvériskolai pályázat megírásában és a lebonyolításban is hatalmas szerepet játszott, és játszik mind a mai napig a vállalkozást segítő iroda, amely 2015 óta várja a helyieket. Januártól már az október 23-a téren. A velük való kapcsolat oda-vissza működik, hiszen több projektben is együttműködnek. A vállalkozás segítő iroda hazai és uniós visszanemtérítendő támogatásokat biztosít a helyi cégeknek, tehát kis- és középvállalkozásoknak elsősorban, illetve iskoláknak és non-profit szervezeteknek, alapítványoknak, egyesületeknek. Ezeket az uniós pályázatokat, tehát a hazai forrásokat felkutatjuk, figyeljük, pályázatokat írunk, és utána pályázatokat utánkövetünk, azaz a pályázatok projektmenedzsmentjét is végezzük. A kis- és középvállalkozások tekintetében főleg uniós kiírásokra lehet jelentkezni. Jelenleg több helyi és Ózd környéki céggel dolgoznak együtt. Maga a pályázatírás viszonylag gyorsan megy, inkább a projekt megvalósítása tart tovább. Ez van, hogy akár 2 évet is igénybe vesz. Az iroda munkatársainak kezei között az elmúlt évek alatt 30-35 pályázat ment át. Az egyik helyi műszaki szaküzletnek például a felnőtt képzésben tudtak segíteni. Van, ami nagyon száraz anyag, nem könnyű, van, ami nagyon játékos, és nagyon jól lehet vele együtt élni. Egy új szín volt egyébként a dolgozóknak, mert hogy mást is csinálunk, mint a napi rutin munka. Illetve, hogy a témakörök abban segítik őket, hogy milyen legyen a munka, a munkafolyamat, a munkaszervezet, hogy élik ezt meg, egy kis önismeret az érzelmi intelligenciába. Tehát elég széles a témakörökben. A képzésben az üzlet 26 dolgozója vesz részt, a témakörök érintik többek között a pénzügy, az érzelmi intelligencia kérdését is. Januártól szeptember közepéig tart. A vállalkozást segítő iroda egyébként most KKV-k számára megjelenő kiírásokat figyel, legközelebb energetikai pályázatra lehet jelentkezni. Több mint 100 bölcsödés gyermek kapott ajándékot ma délelőtt. Az Ózd és térsége Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Katona József úti és Újvárostéri bölcsödébe járó gyerekek számtalan adományt vehettek át. Ezen kívül a felajánlók segítségével egy élménynapot is rendeztek nekik, ahol volt ugrálóvár, tűzoltó és rendőrautó is. Nagy nap volt a mai az Ózd és térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Katona József úti és Újvárostéri bölcsödéjébe járó gyerekek számára. A két intézmény bölcsödései rengeteg csokoládéval, triciklikkel és más játékokkal is gazdagodtak. A Katona József úti bölcsöde 80 férőhelyes, és párhuzamosan, nagyon szorosan együttműködve az Újvárostéri bölcsödével, ami 28 férőhelyes, tehát több mint 100 kisgyermek kapott ajándékot a támogatóinktól, amit ezúton nagyon-nagyon köszönünk.
A gyerekek körülbelül 20 felajánlótól kaptak ajándékokat. A helyi acélipari vállalat például több triciklit adományozott a bölcsödék számára, míg az egyik ózdi töltőállomás vásárlói közreműködésével mintegy 300 csokoládét vitt a bölcsödéseknek. Már hagyományá vált, hogy ha lehetőségünk van rá, akkor édességet gyűjtünk a gyerekek számára, és most a város legkisebb gyerekeinek hoztunk el édességeket, amelyet a vásárlóink által felajánlott csokoládékból állt össze. Az ajándékok mellett egy élménynapot is rendeztek a gyerekeknek. Mindkét intézményben volt ugrálóvár, különféle készségfejlesztő játék, arcfestés. A különleges napon részt vett Fidrus Péter, alpolgármester és Zsuponyó Anett területi képviselő, aki saját keretéből támogatta a bölcsödések szórakozását. Meglepetésként pedig a gyerekek tűzoltóautóba és rendőrautóba is beülhettek, és kipróbálhatták a benne található műszereket is. Folyamatosan zajlik a virágok ültetése városunkban. Tegnap és ma 5000 darab egynyári virágot ültettek el a gyújtói körforgalom közepére és a hozzátartozó szigetekbe az Ózdi Város Üzemeltető Intézmény dolgozói. A begóniák és petúniák közt felelhető többek közt rózsaszín, fehér és sárga is. A virágokat május második hetében kezdték el kirakni, összesen 370 villanyoszlopra helyeztek el ámpolnákat, ezekben futómuskátlik és petúniák találhatóak. A városszépítő munkálatoknak persze még nincs vége. Jövő héten Tábla térségében és a faluban tevékenykednek majd az intézmény munkatársai. Párnapos szarvasbikát mentett az Ózdi II. Rákóczi Ferenc Vadásztársaság egyik tagja. A kisállatra elpusztult édesanyja mellett bukkant rá az erdőőre, aki a Hódoscsépányi Hossó szabadidő és lovas udvarba szállította, abban reménykedve, hogy ott tudnak majd segíteni rajta. Bambi azóta jól van, ma már elfogadja a tejet. A jövőben még az is elképzelhető, hogy egy filmes produkcióban láthatjuk viszont a kis jószágot. Békésen legelészül lovak, az udvaron rohangáló juhok. Ez a látvány fogadja azokat, akik kilátogatnak a Hódoscsépányon található Hossó, Szabadidő és Lovas udvarba. Persze rajtuk kívül is rengeteg állat található még a tanyán. Vannak vietnámi malacok, nyulak és különféle csirkék is. Pár napja kis cicák is születtek. Siegfried, bármennyire is megtévesztő a neve, az anyuka. Négy kicsinye pedig pár hét múlva örökbe fogadható lesz. Ám a közelmúltban új lakó érkezett hozzájuk. Bambi, a szarvasbika, még két hetes sincs. Sorsát édesanyja elvesztése pecsételte meg. Az egyik vadászbarátom hívott föl, hogy tudnánk-e vállalni, hogy valahogy megpróbáljuk felnevelni, mert az anyukáját megtalálták úgy, hogy megdögölve mellette. Elpusztult vagy az ellésbe, vagy valami rejtelmes úton, módon, és úgy ő fölhozta, aztán akkor feleségem elkezdett vele kilódni 3 napig, mikor végül is már kezdett szopni, és akkor így most szobis üvegből van etetve. A már itt élő állatok is érdeklődéssel fogadták a kis jószágot. Bambi 10 napja van náluk. Az első időszakban kérdéses volt, hogy megerősödik-e, de Krisztina mindent megtett a kicsi életben tartásáért. Mára szívesen fogadja tőle a fele kecske, fele tehéntejből készült táplálékot. Elég meglepetés volt, de mivel van kecsketejünk, ezért gondolt ránk a vadász, hogy akkor hát, ha meg tudnánk menteni. És hát persze mindenki egyből úgy van vele, hogy sajnálja, megsajnálja, és 2,5 nap kilódás volt, mire rájött, hogy akkor, ha lenyelem a tejet, akkor élve maradok, úgyhogy azért egy ösztön biztos volt benne, és addigra sikerült, mindig éjszaka fölkeltem hozzá, meg 2 óránként, 3 óránként duszkoláztam a tejet a szájában, és akkor számoltam, hogy már 3 kortyot ivott, 4 kortyot, és akkor reménykedtünk, hogy sikerül. Egyelőre úgy néz ki, hogy a törődésnek köszönhetően a kis jószág túl van a nehézségeken. Terveik szerint szeptember környékén egy Gödöllőn élő szarvastenyésztőhöz szállítanák, Horkai Zoltánhoz, aki állataival már több filmes produkcióban is közreműködött. 4 hektáros birtokán farkasokkal, medvékkel és közel 150 szarvassal él együtt. A tanyán őszig még megrendezik nyári táborukat is, amely idén július 15-től indul 4 turnusban. A fiatal jelentkezők pedig a sok-sok állat mellett megismerkedhetnek Bambival is. Ismét sikeres időszakon vannak túl az Ózdi Kerékpáros Egyesület versenyzői,
Május 19-én szervezték meg a két keréken az Óbükkben hegyi kerékpáros túrasorozatuk első fordulóját, amelynek távja a csapadékos időjárás ellenére is 50 km volt. A túrára a helyi bringások mellett szép számmal érkeztek más városokból, így Nagykállóról, Nyíregyházáról, Budapestről, Székesfehérvárról, Egerből és Miskolcról is. A túrasorozat július 14-én folytatódik a nyári etapjával. Május 26-án az év egyik legkedveltebb maratonversenyén, a Szilvásvárad maratonon képviselték az ózdi színeket az Ózdi Kerékpáros Egyesület tagjai. 16 ózdi bringás vágott neki a négy táv valamelyikének. Hatan vállalkoztak a 67 kilométeres táv teljesítésére, akik közül Fröhlich Tamásnak sikerült korosztályában a Master 1-ben a dobogó harmadik fokát megszereznie, és ezzel minden top maraton futamon sikerült már dobogós helyezést elérnie. Kovács István Pityikusz nem sokkal lemaradva a Master 2-es bronzéremről a negyedik helyen ért célba. Szintén negyedik helyen teljesítette a versenyt egyedüli nőként Figler Anita, aki többnapos betegség után is vállalta a versenyzést. Farkas Balázs és Fodor Dávid a felnőttek között 15. és 18. helyen gurultak át a célvonalon. Kovács Tibor komoly izomgörcsökkel küzdve is teljesítette a távot, és az 59. pozíciót szerezte meg. Rövid távon Szarka Regő állhatott fel a dobogó harmadik fokára az U15-ös fiúk között. A nőknél Bódán Zsófi és Dúl Bernadett egymást követő 5.-6. helyen érkeztek meg. Minitávon a térdműtétje után még lábadozó Bahúj József szerezte meg az első helyet. A májusi versenyek ezzel véget értek, de hamarosan következik a hazai rendezésű Borsod MTB bajnoka sorozat futama, amelynek a Bíben völgy ad majd otthont. Szép eredményekkel tértek haza a Fogyatékosok Országos Diák Verseny és Szabadidő Sport Szövetsége által megrendezett mezei futás diákolimpia döntőjéről a csillagfürtegymi tanulói. A sportos összecsapást Pomázon tartották. A programon 250 fiatal vett részt különböző távokon és kategóriákban. Az ózdiak közül ketten képviselték városunkat, mindketten a 3000 méteres versenyszámban mérték össze felkészültségüket. Lakatos Krisztián a 4. korcsoportosok mezőnyében állt rajtvonalhoz, és végig vezette a mezőnyt, ám az utolsó pillanatban megelőzték, így mindössze 7 másodperccel csúszott le a dobogó legfelső fokáról. Figyelemre méltó 12 perc 23 másodperces eredménye jutalmául a dobogó második fokát foglalhatta el. Jackán Dezső a 3. korcsoportosok között indult, és 13 perc 24 másodperc után ért célba, ő végül az 5. helyen zárt. 24 csapat részvételével szervezték meg a Stégmester elnevezésű országos katasztrófavédelmi horgászversenyt városunkban, immár a 7. alkalommal. A megmérettetésen most sem feltétlenül az eredmény volt a fontos, hiszen a közösen eltöltött szabadidő és szórakozás is középpontba került. Az elmúlt hetek időjárásával ellentétben napsütésben vette kezdetét. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Borsodabaú-Zemplén megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által szervezett Stégmester elnevezési horgászverseny. Lipták Attila, a megyei igazgatóság vezetője szerint jól mutatja a program sikerességét, hogy esztendők óta teltházzal üzemel a megmérettetés. Szerettünk volna valami olyat adni a kollégáknak, ami nem csak az együttműködésben, a hivatalos kapcsolattartásban mutatja meg a kollegalitást, a barátságot és a közös érdeklődést, hanem egy szabadidős tevékenységben is. És fontosnak tartjuk azt, hogy ezek a baráti kapcsolatok, ezek az ismerettségek elmélyüljenek, és ezek az alkalmak, mint egy ilyen horgászverseny is egyébként a pontszerző versenyszámok országos bajnokság mellett ez kiválóan megfér. A csapatok már az első percekben nagyon aktívak voltak, sorban érkeztek a végszerelékek a korábban előkészített etetésekre. Jó hangulatban telt az idő, a pecások minden praktikájukat bevetették a halfogás érdekében. Sokan visszatérő vendégei a viadalnak. Horgászatban a természet, a szórakozás, a társaság, illetve maga az élmény úgy összességében, hogy itt vagyunk, jó beszélgetések, dumalások kollégákkal, ugye ritkán látjuk egymást, ritkán találkozunk. Évente legalább ez az egy alkalom, amikor ezt mi tudunk cserélni bármi másban, ugye
magánélettel kapcsolatban, hivatással kapcsolatban. Azért szeretünk egyrészt ide járni. A sport is egy másik dolog, ugye maga a horgászat, ezt külön-külön, illetve a csapatban is fűzzük. Hébe-hóba, bár ez megint ugye időnek a függvénye, hogy mennyi ideje van az embernek rá. Manapság egyre kevesebb, de azért megpróbálunk minél több időt szentelni erre is. A sok próbálkozás meghozta gyümölcsét, hiszen a verseny kezdete után alig telt el fél óra, és szágba is került az első uszonyos. A katasztrófa védelem munkatársai egészen szombaton délig áztatják majd a zsinórokat, így a későbbiekben is szép fogásokra lehet számítani. Híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, röviden. Európai Uniós és hazai visszanemtérítendő támogatások felkutatásával és pályázatok projektmenedzsmentjével foglalkozik a vállalkozás segítőiroda. 4 év alatt 30-35 sikeres pályázatot írtak meg. Több mint 100 bölcsödés gyermek kapott ajándékot ma délelőtt. Az Ózdés térsége Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Katona József úti és Újvárostéri bölcsödései egy élménynappal is gazdagodtak. Párnapos szarvasbikát mentett az Ózdi II. Rákóczi Ferenc Vadásztársaság egyik tagja. A kis állat túlélte a megpróbáltatást, jelenleg a Hossó, Szabadidő és Lovasudvarban gondoskodnak róla. Huszonnégy csapat részvételével szervezték meg a Stégmester elnevezésű országos katasztrófavédelmi horgászversenyt. A megméretetés kezdete után alig telt el fél óra, és szágba is került az első uszonyos. Most pedig nézzük az időjárást. Szombaton délen, délkeleten gyakran lesz erősen felhős az ég, máshol több órás napsütésre van kilátás. Zápor, zivatar főként az ország délkeleti felén alakulhat ki. Hajnalban 11, délután 26 fokra számíthatunk. Ezek voltak legfontosabb helyi híreink. Az Ózdi Krónika ismétlését ma este 8 óra 10 perckor, 11 órakor, és a szokott időpontokban láthatják újra. Híradunk után Harangszó című vallási magazinunkat ajánlom figyelmükbe, amelyben szó lesz a mennybe menetelről és a pünkösdről, valamint orosz Atanász görögkatolikus püspök susai látogatásáról is. A hét legfontosabb történéseit szombaton és vasárnap a 168 órában mutatjuk meg. Friss ózdi hírekkel pedig hétfőn ugyanebben az időben várjuk Önöket. Szép estét és jó hétvégét kívánok, viszontlátásra!